Üdv mindenkinek, Nekroktin vagyok, és hoztam nektek egy kis apró videócskát. Miért hoztam én ezt az apró videócskát? Mert sétálgattam London gyönyörű utcáján esténként, és gondolkodám, hogyan is folytassam én ezt a videózást, és milyen műsort tudnék kitalálni, ami nektek érdekel, nektek vonzó lehet, és beszélgettünk hát ugye a haverokkal, meg azokkal, akik meg nagyjából van beleszólása ebben a csatornában, és megfogadom a tanácsukat és véleményüket. Ez körülbelül két ember. Na, szóval beszélgettem velük, és hát ugye említettem haroknak is, hogy mit is tervezek, úgyhogy elnézést a lagokért, ez a videó már le volt renderelve, mert egy másik cél szolgált volna, hogy milyen célt, azt a célt szolgálta volna, hogy most, hogy megjelent a Ghost, és olyan játék, ami nekem is tetszik, és én is gondolom, újra meg tudom találni a kihívást benne, és újra hozni a régi szintet, így gondolkodtam, hogy csinálok egy ilyen újra összefoglaló videót, mint amit elkezdtem az MV3-tól egészen Black Ops-ig, ezt a Hogyan játszunk jól című történetet, amolyan Necrocly módra, mert azt hiszem elég sokan tudjátok, hogy másképp tekintek a játékokra, nem ez a mi ilyen fegyver, ilyen egér, ilyen beállítás, így lőjünk című történet, tehát ez nekem nem fekszik, én másképp nézem a játékot, pont úgy nézem, hogy nem számít milyen egér, milyen fegyver, milyen perk című történet, más kell nézni egy játéknál, amitől jól játszunk, és gondoltam, hogy ezt újra elhozom nektek egy olyan jó összefoglaló módon, egy rövid sorozatos pár részben, és általánosan újra kodokról beszélve, de bocsánat, Call of Duty Ghost-os videókkal így elhozom nektek, mert hogy ugye új nekem is a Ghost, és van akinek netem valamelyik Call of Duty új, és akkor együtt fejlődni ebben a dologban, de MV3 óta egészen Black Ops 2-ig ilyen videókat rakok fel, hogy hogyan is figyeljünk úgy a játékra, hogy sikerélményünk legyen, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy hagyni kéne ezt a műsort, mert ugye sokan eljöttök Necrocrim napra, és játszunk, és kurva jól érezzük magunkat, és látom, hogy kurva jól játszotok, szóval igazából rohadtul nincs nektek, azt hiszem, szükségetek erre. Azoknak, akiknek eddig segíteni kellett abban, hogy a Call of Duty-ban jobb eredményeket érjenek el, ők küldtek nekem üzeneteket, és írták, hogy működött a módszer, hogy tök jó volt, és köszönjük szépen, és én is nagyon köszönöm nektek, hogy visszajeleztetek, hogy működnek a módszereim. Így aztán azt hiszem, újra elhozni, még ha összefoglalóan is egy ilyen dolgot, ezt nem lehet igazából amúgy egy pár részben kiteljesedni, arra rájöttem, mert elkezdtem megcsinálni a műsort, és rájöttem, hogy útközben annyi mindent felejtettem elmondani, ami talán lényeges lehet, hogy újra belevágni egy ilyenbe, meg talán nektek is unalmas lehet, úgyhogy ezt meghagyom más kollégának, aki szintén jó műsorokat csinál, úgyhogy ez legyen az őre szórtjuk. Én meg őszintén szóval azt szeretném, az legyen, amit ti akartok, és azt csináljam, amit ti akartok, úgyhogy szavazzatok itt, szavazzatok Facebookon, mégpedig arról, hogy hogyan is alakuljon tovább akkor ez a műsor. Hogyha szeretnétek, akkor újra legyen ez a történet, hogy hogyan legyünk sikeresek, ne is, hogy hogyan játszunk jobban. Hogyan legyen sikerélményünk egy játékban, illetve hát Call of Duty terén, mert ugye hát azzal foglalkozom többségben, persze tervezek majd BF4-et is. Szóval legyen erről szó, hogy hogyan tovább. Hogy ti akarjátok-e azt, hogy legyen egy ilyen műsor abban, hogyan játszunk Call of Duty-kkal jobban, nem Ghost-tal, hanem általánosan Call of Duty-kkal, ez alatt Ghost-ot is értem. Vagy akarjátok azt, hogy amit mégis mindenképp terveztem, egy ilyen Ghost-tal kapcsolatos műsort, mik a jó perkek, melyik perket érdemes indítani, fegyverekről, killekről, hogyan kell egy-két challenge-et megcsinálni, mi az egyszerű ült hozzá. És nem azt mondom, hogy így mélyen belemenni ez a perk ennyi, ez a fegyver ennyi, sem ez nem, az tök fölösleges, csak amint észrevettem, van egy-két dolog, ami számotokra is így tisztázatlan Call of Duty Ghost-tal kapcsolatban, így aztán azokról mindenképp műsort csinálni, és azzal kapcsolatban várnám a leveleket, mert ezt azt hiszem, hogy el kéne indítani ezt a sorozatot, ez is rajtatok fog múlni, ha szeretnétek. Szóval várom a leveleket, hogy mi az, ami még tisztázatlan Call of Duty Ghost-tal kapcsolatban, és én akkor
akkor arról csinálok egy videót, és elmagyarázom. A következő, amiről szavazni kéne, hogy azt is nagyon szívesen csinálom, és tervezem, azt hiszem mindegyikből csinálunk egy ilyen kis apró videót, hogy lássátok, hogy néz neki. Mégpedig ilyen random live gameplay, hogy úgy mondjam, tehát ne külök játszani, és ami kijön a számon, azt így felrakom, és te így játszom én, és nincs cécoma, tehát ez így játszom, ezeket mondom miközben játszom, és stb. Stb. Akkor a következő, amiről szavazni kéne, remélem eddig megjegyeztétek, de majd újra ismétlem, akkor az lenne, hogy livestream. Szóval én fenn vagyok a Twitch TV-n is, illetve hát nem régóta regisztráltam, kicsit óckodtam a livestreamtől, mégpedig azért, mert a jelenlegi internet feltöltésem nem a leggyorsabb, így aztán nem a leggyönyörűbb minőséget tudom közvetíteni, de livestreamet szívesen csinálnék, úgyhogy erre is lehet szavazni, hogy livestream, és azt szerintem időnként így be lehet hozni, akár közös nekrokim napon képzeljétek el, nyomatnék egy livestreamet, és aki még nem tud ott lenni, vagy kíváncsi rá, akkor megnézheti mi együtt, hogyan játszunk, és hogy zajlik a parti című történet. Szóval livestreamet is lehet tolni Twitch TV-n, akár YouTube-on is talán meg tudom oldani, ha nagyon kívánjátok. Szóval nagyjából ennyi lett volna a jövőbeli tervek, még egyszer elmondom, lehet szavazni itt és Facebookon, mit szeretnétek, egy Call of Duty Hogyan játszunk jobban című történetet, Call of Duty Ghost így mélybe belemenni, egy-két a dolgokról, amit nem értetek, arról várom a leveleket és üzeneteket mindenhol, akkor livestream, ugye, és volt még az, hogy így random gameplayek YouTube-on live kommentárral, ami kijön belőlem a című történet, és azt elhozni nektek. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, várom a szavazásokat, várom a véleményeteket, és hát, sziasztok!